Krisztián, mit ásal? Endblokkot. Endblokkot. És miért ásad? Csak nem azért. A hajóért, ami ott van a távolban. De. Nagyon sok blokkra lesz szükségünk, Krisz. Igen, arra kéne átmenni, és ott átmenjünk, és akkor ott... Addig te még szedj blokkot, míg én átér. Oké, szedek. Na, hello, srácok! Ez itt egy újabb Minecraft sorozat rész, és ebben a videóban nem más fogunk csinálni, mint ki fogjuk fasztani azt az End City-t azzal a hajóval. És ez nagyon fontos annak érdekében, hogy legyen egy elitránk. Az hajóban 100%-os előfordulásággal van elitra, szóval attól nem kell megijedni, vagy nem kell félnünk, hogy nem lesz benne elitra, mert 100%-osan lesz. Komoly. És át kell oda ásni, vagy építenünk magunkat arra a területre. Úgyhogy szedek még egy kis követ, ilyen endstone-t. Már 260 néz, már bőven elég. Sőt, már Krisztián mindjárt átér, szóval. Itt nagyon kell vigyáznunk, már leesünk, akkor végünk van. Megtudtam egy olyan dolgot, hogy állítólag van olyan dolog, hogy amitől nem tűnnek el a cuccaid. Amit rátehetsz a cuccodra. Olyan nincs. Nincs. De hogy nem tűnik el, hogyha kiesik ide, a voidba. Hát nem tudom. Na, nem érte, hát mehetsz vissza. Áfelébe. Az na. Igen, átépítetted magad rendesen. Na, ja. Tök király. Na, Krisztián, várj. Na, nagyon fontos dolog. Arra vagyok kíváncsi. Az pont azt akarom kérdezni, hogy vajon ha azt megeszed, amikor így föl vagy repülve, akkor a te leteleportál a földre téged? Amúgy ez lehet, hogy arra van kitalálva. Én úgy gondolom, hogy talán azért van, viszont... A biztonság kedvéért adok neked izét is, jó? Nézd, ender szemet. Na, az mit csinál? Ha eldobod, akkor oda teleportálod. Van 9 ender szemem. Jó. És akkor le kell dobni a fődre. Igen, hogyha így nagyon így elizélsz, így elrepülsz fölfelé, akkor amikor elkezdesz zuhanni, ledobod a földre, és akkor leteleportálódsz a földre. És hogyha csak fogjuk magunkat, és fölépítjük magunkat egy ilyen toronyba, akkor mi van? Az még rosszabb. Miért? Mert akkor elrepülsz. Na. De... Menjünk, gyere! Oda menjünk a hajó alá, és fölépítünk magunkat egy tornyot oda, úgyhogy benne vagyunk a tornyban. Jó, de én sulkereket is akarok ölni. Hát, majd ölünk utána, mikor már megmondanám. De ne utána öljünk, hanem egyből. Na gyere! Szóval, Krisztián, az a terv, hogy megszerezzük azt az elitrát. Az a terv, hogy mindenkit megölök! Nyugodjál meg! Az a terv, hogy megszerezzük azt az elitrát, ami ott van benn, és aztán én megpróbálok keresni egy másikat. Ami hát nagyon sok időbe fog telni, mert rengeteg idő volt, míg megtaláltuk ezt a hát ja, de hogyha elindulsz a másik irányba, és akkor lehet, hogy 3 perc alatt találsz, ahonnan jöttünk eredetileg. Lehet. Oké, és na, akkor bemegyek, és mindenkit megölök, jó? Felőlem. Szia! Ja, és én nem fogom ezt megkapni, ezt az achievementet. Ve? Én ezt nem fogom megkapni, ezt az achievementet, mert én már amikor kerestük, akkor bementem egyszer, szóval. Itt van Shulker Trutymó. Shulker Mulker. Csak mondja, hogy mi a probléma? Na, mi a probléma? Az, hogy ilyenkor már akkor jöttünk át ide, mikor már mindenünk van. De az nem olyan jó, mert... Mert? Mert az lenne az igazi, hogy... Ennyi már! Anya. Na, ugye így százszor egyszerűbb. Üst ki! Ütögesd ezeket ki, mert felesleg ne parkórozzunk, hanem építsük fel magunkat százszor könnyebb. Ja. Ez mi volt? Jaj, ott vannak fönn! Várj. A fingók! Jó. Lelőttem 2 is. Oké, és én is lelőttem egyet, let's go! Nyugi, maradj, vagy blokk legyen fölötted. Legyen blokk fölötted, az a lényeg. Jó. Oké, mehetünk. Mert még vannak ott a másik oldalt. Jó, ott van. Fú, alig látni. Nagyon rossz. Én sok ilyen shulker cuccot akarok gyűjteni. Mert kéne egy csomó shulker box. Na várjál, felmegyek, Krisz. Meggyilkoltam a csicskákat. Jó. Oké. De engedj már!
Jó. Valamelyik még mindig egy csomót szedtünk, de neked mennyi ilyen sulker? Ez mi ez van? A neon cső? Ez tök jó, ez ilyen endrad, ezt vihetünk már ebből. Ez lehet világítani? Ez? Persze, ez világít. Ez komoly! Let's aha. go! Na csak itt is építsük fel magunkat. Várj, hol van még, te látsz? Itt, ja, innen lövöldözve van honnan, inn van. Inn van, inn van! Menekülj! Várja, visszaépítem! Jaj. Csak meg akartam nézni, hogy merre van. Jó. Én itt felmegyek. Hopp, itt már hallom őket. Blablabla. Itt van két láda. Let's go! Hát az a baj, hogy már semmi nem lett benne. Gold ingot, iron ingot. Iron shovel, efficiency 5, fortune 3, unbreaking 3. Az akkor lenne jó, hogyha akkor jössz át, amikor még nincs is ilyen enchantos. Jó, de hogy jössz át, amikor nincs is enchantos cuccod, amikor meg kell venni hozzá a csánkányt. Ha hozzánk se ért a csárkány, legalábbis hozzám nem. Máté! Mit csinálsz? Átsprintálk abba a másik helyiségbe. Hol? Figyelj! Ez az! Átértem! Elteleportált! Elteleportált a sulker? Mennyi sulkered van? Oda kéne átjutni. Purpur pillár. Sulker shell, egy darab. Hol kell átjutni? Ja. Hé! Ja. Bocs. Várjál. Menekülj! Jaj, ne! Mi volt ez? Ja, leteleportál a földre. De jó. Jaj, ha megeszed? Igen. A kórus fruitot. Ez tök jó. Ez tetszik. Ez tetszik. Akkor ebből szedjünk egy csomót. Mert ez... Tudod így, ez arra való. Én ezt nem is tudtam, hogy ez arra való. Hogy leteleportáljon a földre. Csak az a baj, hogyha leteleportál a földre, akkor viszont... akkor viszont meg nem fogsz tudni tovább menni. Na bocsi, én közben itt leestem. Mert hogy nem leestem, hanem leteleportálódtam a földre. Úgyhogy vissza semmi kell mennem. Mátik. A plafonon voltam, ott nem volt semmi. Átmenjek gyorsan az éhez. A hajóhoz. Igen, én is most pont azt próbálom. Vigyázz, Krisz! Öld meg őket! Jó, meghalt? Jó, meghalt! Szép volt, akkor mehetünk! Mehetünk! Gyorsan miatt újra élednek! Várj, megvédelek, hogyha egyszerűleg jönne ilyen másik... Oké. Okay. Másik honnan... Másik helyről. Oké, okay, egyelőre nem látok semmit. Jó. Jó. Oké, okay, mehetünk. Ez az. Hogy egybe menni? Itt, gyere. Jó. Ez jó. Az, itt bent van, vagyunk. Pati. Instant health 2. Bent vagyunk. Jaj, ne ott egy... lő! Nyugi. Várjál, ilyen izéket eldobok, ami nem kell. A dögletes. Lő a dögletes. Endstone brick, iron horse armor, gold ingot, azok nem kellenek. És két instant health-et kiveszek. Meg kell nekem a dragon fej. Jogi, megalom. Öld meg. Támad. Jó, meghalt. Ott szép az volt. Elytra! Let's go! Hát az ilyen mendingeseket elviszem szerintem. Beetroot-unk van már? Nincs. Na, akkor itt van, beetroot seed. Let's go! Diamond horse armor, azt is elviszem. Emerald, hát emerald nem kell. Három shulker shell-em. Ezek se kellenek. Neked mennyi shulker shell-ed van? Mennyi shulker shell-em meg? 5. Neked mennyi? Nekem 3. 3. Megvan az elitral, juhú! Let's go! Sky's the limit! Megszereztük az elitrát. Find elitra. Let's go! Oasztóan megszereztük az elitrát, let's go! Ja, tök jó. Máté, akkor a következő lépés. Nincs sárkányfej. De ott van. De sárkányfejetlen. Ja igen, akkor hol van, mutasd. Jó. De miért nem jó, kettő, ezért az nem kell. Oké, okay, juhú, megvan! Na, most nem tudod így játszok tovább. Azt föl tudod venni? Persze. Add ide! Na, köszönöm szépen! Köszönöm szépen a lehetőséget, kedves sárkányok! Na, menjünk! Az az, na! Gyorsan vissza kell sprintálnunk, mielőtt ezek megtámadnak. Hiá! Jáhá! Azt a mekkora feje van ennek az őrültnek. Hiá! Kéne még izén 4 darab kell, Krisz, egy shulker. Jó, akkor menjünk át a következő. Azt hiszem 4 kell, de nem biztos. Úgyhogy kell nem még. Itt vannak házba. Még, hallom őket. Nincs is itt egy se. Ezt nem hiszem el. Akkor kell még találnunk Cityt. Az Enderman hallott csak. Nem. Hát ezek teremnek újra. Szóval ez nem... Igen. Persze, ezek spawnolnak. Na mindegy. Mindegy, bármikor át tudunk jönni igazából. Szóval ez most nem fontos. Most az már a lényeg. Könnyebb.
Az a lényeg, hogy legyen még egy elitránk. Szóval 2 elitrát kéne szerezni. Szóval haza kéne menni, és hozni kéne rakétát, és akkor én megkeresem a másik elitrát. Mit szólsz? Igen, ez egy szuper ötlet. Oké, na akkor viszont most menjünk és keressünk egy átmenős helyet. Ó, menjél már vissza. Ezt nem hiszem el, Máté. Hogy lehetünk ilyen hülyé? Na, hát hozni kellett volna már eleve rakétát, és akkor most gyorsan elmennék keresni még egy elitrát, megszereznéd, idehoznád nekem, és hazarepülnénk. Jó, hát nem olyan nehéz találni, mert csak menni kell, és így random itt teremnek. Hát te is találtál már. Jó. Egyszer, nem? Mit? Hát olyan hazamenőst. Csak az már 1000 milliárd éve. Ja, hogy a hazamenőst. Ah, igen, az már rég volt. Hát jó, nehéz, hát keressük. Jó, keressük. Oké, és ott nem látok. Ott sem látok. Hát jó, egyet találtam egy hazamenőst. Hát most az ott van. Is. Igen, ez komoly. Igen, látom. Csak let's át kell magunkat építeni. Jó, akkor szedjünk blokkot. De lehet, hogy van közelebb is. De tudok egy könnyebb utat, gyere. Na és mi? Az, hogy itt építjük át munkat, és ott vannak csatlakozások végig. Szóval akkor én elkezdem építeni. Nálam van egy csomó, szóval. Nálam mert én nem használtam, van. Ugye? És hol vagy? Itt. Asztal, ezt nem is hiszem el, hogy ilyen könnyen megszereztem az elitrát. Mi az, hogy megszerezted? Hát, hogy én megszereztem ilyen könnyen. Te nem szerezted meg. Én szerezem meg. Jó, van, akkor te szerezted meg. Na, pontosan. Viszont mindenféleképpen rakni kéne rá, ezt lehet enchantolni, vagy csak könyvekkel? Mit, a elitrát? Az elitrát. Hát unbreaking az van rajta. Meg mending. Ja, igen. Van még nálad? Van nálam blokk, igen, kell. Igen. Jó, hogy nagyon gyorsan vagy át fogunk kérni. Várjál, akkor adok többet. Jó. Na jó, van, itt van. Aha. De azért jó vicc volt, nem? Aha, nagyon jó vicc volt. Szerintem na, ez volt a legviccebb vicc, amit valaha vicceltél valaki. És ez nem kétszer annyi blokkba kerül véletlenül? Mármint, hogy érted? Hát, mint hogyha egyenesen építenél. Tök mindegy, mert így is úgy is el kell odaépítsek. Na, let's go! Most már itt vagyunk, vagy még menni kell? Ja, még menni kell. Még mindig. Igen. Ja, szóval. De ez már gyors. Hova hoztál minket? Hát megkerültük, hogy ne kelljen olyan sok blokkot elhasználni. Te nagyokos. Megkerültük. De mi? Ez sokkal közelebbinek tűnt. Miért még mindig olyan messze van? Hát lehet jobb lett volna, átjövünk. De mit csinálsz? Hova mész? Mert hova kell menni? Hát de hogy, miért arra mész? Hát te tudod, hogy merre kell menni. Hát tudom, azért hát, mondom, akkor akkor engem kövess. Na várjál, bányászok meg egy pár blokkot, és akkor utána kész is vagyunk, és mehetünk haza, és hozok fákját, vagy mit kell hozni? Rakétát, és megkeresem a másik elitrát is. Itt van, juhú! Ez na, az már csak bele kell mennünk. Aki előbb belemegy, az a király. Hú, nagyon vigyázz, Máté! Nagyon-nagyon vigyázz vele. Mert ide tette erre, ahol bejössz, arra Obsidian platform, és a az a kőszhíd, amit építettünk, na oda tett. Engem nem, engem a Obsidian platform közepére. Jó, neked. Ugye? Engem rátett a híd közepére. Let's go! Megvan! Let's Chris! Go! Bele... Legyőztük a sárkányt és megszereztük az elitrát! Ide bele kell ugrani, igaz? Igen, de várj, először én. Juhú! Végigjátszottuk a játékot, srácok! Let's go, let's go! És a Minecraftot csak az igazi Benga királyok tudják végigjátszani, úgyhogy let's go. Na, oké, most ide tett vissza. Chris, kiüssem az ágyad, mert akkor neked nem kell hazamenni. Ja, igen, igen. Akkor üst ki, aha. Jó, kiütöttem. Nagyon laggol. Jó, kiütöttem, na mehetsz. Én meg akkor haza... Oké, okay, csak hogy kell ki lenyomni a kreditet? ESC-vel. Én meg hazamegyek. Jó, ez az. Itt vagyok. A spawn pointon. Igen, szóval akkor téged hazara tett, ugye? Jó. Nincs nálam rakéta. Hogy tudok csinálni rakétát? Ölnöm kell ezért, meg szennem kell cukornádat. Na várjál, csak megpróbálok csinálni. Aki a pazaér, az a benga kinek. Jó van, ez már persze. Ez az, én fogok arra pazaérni. És nyertem. És van nálam gunpowder? Nincs. Hol tudok gunpowdert szerezni? Azt kell megnézni, hogy van egy cukornád. Na srácok, most igen, ott van.
Na srácok, most csinálok rakétát. Csinálok rakétát, hogy hamarabb hazaérjek. Na vajon úgy hamarabb hazaérek, hogyha keresek creepert és szedek cukornádat? Jó, már csak keresnem kell creepereket, és haza is tudok rakétázni. Itt egy spawner! Hol? Most veszem észre. Zombi, aha. Itt, ahol lementünk a strongholdba, amellett pont. Creeperek? Merre vagytok? Ott van egy creeper. Jó, el is dobta. Már hazaértél volna. Nem értem volna haza. Én egész csinál fel. Csend, nem értem volna haza. Így könnyebben hazaérek. Creeper. Creeper. Áj, nincs creeper. Ezt nem szóval. Mennyit ad? Mennyi rakétát? Csak 3-at, ugye? Ha jól tudom. Hát nem tudom pontosan. Szóval még kell, mert egy igen. Darab cubbles, vagy izét kaptam. Ilyen gunpowdert. Meghalok! Miért halsz meg otthon, bakker? Menj már! Miért megy az a szar? Krisztián, most győztük le a sárkányt. Ha meghalsz, akkor nem tudom, mit csinálok veled. Meghalsz az otthon kényelmében. Nem úszik át, azért mentem le a... Mi az? És nincs rajtam a sikert. Persze, eddig mindenhol creeper volt. Most... Jó. Oké. Okay. Jó. Oké, okay, 5 gunpowder, az már bőven elég. Oké. Okay. Na akkor várjál még fa is kell. Jó, most a Krisztián ágyát feláldozzuk. No! Azt meg se próbáld! Nyugi. Az az egyetlen ágyam. Jó, leraktam, és gunpowder, nem, először kell paper, és gunpowder, és kaptam 15-öt. Oké, okay, 15 rakéta, az szerintem bőven elég, úgyhogy menjünk. Asztal, most ki fogom próbálni az elitrát első alkalommal ezen a pályán. Krisztián, vajon sikerül hazamennem? Szerintem ezzel igen. A 15 rakétával? Szerintem 3-mal. Nézzük sikerül. Meg, hogy mennyi. Mennyi időbe kerül? Azt a gyönyörű! Azt a... Amúgy jó messze vagyunk most, hogy így nézem. Azt a... Mekkora kanyon, meg miket tudunk majd így felfedezni? Amúgy. Itt a farmod. Ott van dzsungel. Arra még nem is voltunk. Most elmehetnénk majd felfedező túrára. Srácok, ja. Ha szeretnétek, hogy elmenjünk felfedező túrára, így elitrával, akkor írjátok le kommentben. Mindjárt otthon vagyok. Máté, komoly fejlesztés kellene neki a birtokra majd. Na? Mint például a farmot meg kell csinálni, hogy külön legyenek a dolgok. Tudod, hogy legyen külön a teheneknek helye, meg a bárányoknak helye, aha. Meg a csirgéknek helye. Meg let's go, itt helye. Vagyok! Hazaértem! Na, akkor csinálnom kell egy csomó... Ez a... Mi van? Semmi, csak nézem, hogy mit ad a... Ja, elég jó dolgokat ad most. Igen, mit? Black Dye például. Húha, azt tudod, mit nehéz megcsinálni? Nem tinta hal. Akkor mi? Az sekszörből kell. Tudod, milyen ritka? Hát, az biztos. Errefelé csupasz senki emberek járnak. Na, szóval, ide rakok egy endes chestet. Nem, inkább ide. Inkább ide, és ide jönnek bele az endes cuccok. Hogy nézel ki? Vedd már azt a fejedről. Miért venném le? Tök kényelmes. Nagyon kényelmes. Na. Menj már a bűzölgő testeddel. Na. Oké, okay, ide kell egy endstone. És akkor tudjuk, hogy itt a... Jaj, ne, ötször megnyomtam a shiftet egymást. Jó, hát enderpört is lehet, mert az ender, end... Igazából az is. Oké! Okay. Szóval, akkor már itt a csicska béna ágyad, csináljunk már shulker boxot. Na jobb is itt visszaadtad, Pánya. Hogy kell shulker? Shulker box. Na ugyanúgy szerintem is egy sima boxot, csak shulkerből. Shulker még box. Rengeteg. Nem, 2 darab shulkerság hozzá, meg egy... No! Akkor dob már vissza 4. Miért? 4-en volt. Shulker sellem. Jó, most és már sem ennyi nincs. Shulker box, meg megcsinálom őket, nyugi. Jó, hát 4-et tudok csinálni, szóval akkor kapsz 2-t, te meg 2-t. Oké, és na, teli fogok rakni majd rakétával egyet. Ja, azt én is. Úgyhogy csinálok is. Ja, meg be kéne színeznem. A két kedvenc színem az a piros. Amúgy nem. Vagy ebből lehet red dye-t csinálni? Nem. Akkor miből lehet red dye-t csinálni? A red flower-ből. Ja, tényleg hülye vagyok. Meg, hát blue legyen egy. Blue meg, mit tudom én, yellow. Na. Máté! Blue meg yellow. Azt de jól néznek ki! És kamolyan rózsaszínre csináltad. Fúj, fejezd már be! Normális vagy? Mi bajod van neked? Jó, van, mit tátoksz? Mit tátoksz? Mi a probléma? Mit tátoksz? Állítsd le magad.
Jó, tsa, késve. Elhúzd le magad. Na. Tsa, késve. Jaj. Jó, ezt sok baromságot lerakom, várjál, még van egy sulkás ellem. Hozzak még sulkás elleket? Máté, belekom a kutyát a vízbe, akkor megfullad. Mit dobsz bele? Belekom a kutyát a vízbe, akkor megfullad. Igen. Úgyhogy ne lök bele. Dragon's Breath. Na ezzel kéne majd valamit kezdeni. Srácok, írtátok, hogy mit tud azt csinálni, de bevallom őszintén, hogy fogalmam sincs, hogy már mit írtatok, úgyhogy hát eléggé szomorú vagyok, na mindegy. Ha, nem tudom, mit írtak, ez teljes mértékben. Oké, és kell nekem cukornád. Jó, nagyon rosszul állunk cukornáddal, szóval muszáj lesz cukornád farmat építenünk valahová. És ez egy nagyon nekem nagy van egy kérdés, cukornád farmam. De azt nem érdekel. De miért nem? Mert kit érdekel? De miért kell én gonosznak lenni? Én összeépítem. Nagy nehézen. Összeépítem. Ja, itt van még cukornád. Nagy nehezen összeszedem cukornádat, és akkor mely? És akkor... Igen, meg egyértelműen kell egy creeper farm. Az nagyon fontos. Mert anélkül nem lesz rakétánk. Csak 2x64-et sikerült csinálnom ebből a gunpowderből, szóval nagyon kell a creeper farm. Jó van. Kapsz 64-et, tessék. Mondjuk inkább nem. Majd, ha visszajöttem. Csaló! Hát jó, csak nekem szükségem van rá. Oké, lerakom még ezt a sok cuccot, és akkor megyek is vissza. Eszembe jutott valami, amit ma 1000 éve meg kellettem csinálni, és mindig elfelejtem. Na mondjad, hogy mi az. Oké, és várjál, gyere. Gyere! Na mit mutatsz meg, Krisz? Mutass csak. Oké, gyere. Gyere! Zárd be az ajtót, légy szíves. Jó? Jó, bezártam. Várjál, én közben amúgy elkezdem itt a blue sulkerbe bepakolászni a személyes cuccaim. Amik ugye kellenek, és a yellow-ba fogom rakni a firework rakettjeimet, hogy legyen nálam mindig elég. Igen, és akkor ezt majd el fogom nevezni, hogy személyes cuccok, vagy valami ilyesmi. Jó, bótra nincs szükségem, azt le is rakom. Na, mit irogatsz már? Nincs kedved levenni ezt a hatalmas nagy sárkányfejet a fejedről? Nem jól csináltad. Miért? Mert először át kell színezni először. Ez jó így. Nem na. Jó. Tutyi, egy smaragd. Jó, igen, hát és itt a smaragdos Jó, akkor láda. Nulla smaragd lesz benne. És nem. De. Mert én most hozok. Most ki is próbálom a tutyizást. Na várj meg mindjárt. Te nem akarsz tutyizni? Nem akarok tutyizni. Lerakom a csónakot, és akkor megyek is. Csak aludjunk először. Tényleg, mert meg sem néztem, hogy nézek ki az elitrával. Aztán! De Máté, juhu. Azért hozok neked is izét. Ez egy esti tutyizást nem szeretnék. Nincs esti tutyi, viszont várjál, mert már mindjárt eltörik az elitrám. Szóval aztra nagyon oda kell figyelni, azért hogy... gyere, gyorsan nem csöntöljük. Nem, csönt. Unbreaking 2, az a baj, hogy az... Várjál, torncot nem lehet rá rakni? Nem, sajnos. Hát akkor muszáj lesz, és így enchantolni tudom? Csak úgy simán. Nem. Szóval akkor enchantolnom kell egy Unbreaking 3-as könyvet, hogyha még nincsen. Hát nincsen, sajnos. Megnézheted az ágyam mellett is, hát ott van. Nincs. Múlt is ott meg aqua. Jó. Megyek. Juhú, végre tudok repülni. Aztán nem sokára is fog tudni. Na, gyere. Gyere. Na jó van. Akkor, várj, addig leveszem azt a sapkát. Hát jobb jó. Is most már. Na. Oké, és jó, beletettem a emeraldot. Itt előre kell mindig fizetni. És ha utána fizetek? Az nem szabad. Ez a tutyi? Na, jó van. Te is szeretnél tutyizni egyet? Hoztam neked emeraldot. Na, megyek. Jó halok. Van, na, akkor kifizetem neked most. Igen. Oké. Igen, de hé. Azt mondtad, hogy előre kell fizetni, te büdösdög! Majd én nem raktad be előre. Hát, de te, neked nem kellett raktad volna. Be előre. Nézzétek, neked nem kellett raktad, volna, nem te dög. Nem raktad be előre. Most miért nem lehet komolyan venni a szabályokat? Mert nincsenek olyanok, hogy szabályok. Na. Igen, te dög. Igen, majd én 2 hét múlva akarom kifizetni. Igen. Egy tutyi, egyenlő, egy smara. 2 hét múlva van pofont kapsz, hogy beszarsz. Na, az egy szósz. Olyan nincs. Olyan nincs, hogy nincs. Oké, veszek megint egy pár mendinges könyvet. Ez esetben 4-et. Ezt visszarakom. Plusz... Várjál! Nem úgy tudom, hogy... Nem, sajnos. Nem árul Unbreakinget. Bár jó lett volna, ha árulna Unbreakinget, de mindegy. Lehetnek majd még falusiaink, amik árulnak Unbreakinget, szóval igazából annyira nem nagy durranás. Egy ekkora kalandot szerintem nem bír ki ez az elitra. Unbreaking nélkül. Úgyhogy szerintem inkább megcsinálom. Igen, és ez az én elitrám lesz, szóval... Csirkeszárny!
Juhú, csirkeszárny, és kell egy unbreakinges könyv. Van unbreaking 2, hogyha nem tudok nagyon enchantolni unbreakinges könyvet, hamar, akkor azt fogom használni. Hát ez adott unbreaking 1-et, össze is enchantolhatom, hogyha esetleg majd úgy adja őket, bár az sokkal több lenne szerintem, mint hogy keressek egy unbreaking 3-at, ami itt is van, szóval kész is van, jónk. Jól van. Jó, gyorsan rá is rakom. Máté, mi a max építési magasság? 256, de lehet, hogy most már sokkal több. Én már nem tudom, hogy mi mennyi ebbe a játékba, mert egy csomó mindent újítgattak, de a csirkeszárny most már teljes pompájában ragyoghat. Erre lehet protection-t rakni? Azt hiszem nem, de nem is érdekel. Most. Jó, Krisztián, hol vagy? Itt vagyok. Hol? Itt. De hol itt, te nyomorc? A hidadnál, amit építettem. Várj, oda megyek. Juhuuu! Okay. Hello, Krisz! Hello, Máté! Na, mit csinálsz? Hát akarok fenyőfát farmolni. És mihez kell De az? Inkább lehet Dark Oak-ot farmolok. Én viszont ezt itt teljesen síkká akarom rakni. Talán ezt meghagyom itt. És szeretném ezt is így kiszépíteni, mint ott a dzsungeles résznél van. És akár azt is lehetne, hogy ilyen podzolt kéne farmolni valahogy. Podzolt azt lehet, mert hogyha megnövezted a nagy fenyőfát, igen, és a démon tarany körül podzol lenne, mint hogyha így meg lenne egy fertőzve, tudod? Aha. De az nem az, ilyen hangulatos podzol inkább. Igen. Igen, de jól nézek ki, Krisz! Aztán hozzad nekem is az egy trámat, gyerek. Öcsike, igen, ott... szerezd meg te. Hozzad nekem is az egy trámat, öcsike. Megszerzem én neked. Mindjárt jövök, Krisz! Juhihá! Na srácok, akkor most én elmegyek, és megszerzem a Krisztiánnak is az elitráját, ami... hát egy egész nehéz feladat. Azt kell, hogy mondjam. Talán annyiban nem, hogy nem hoztam üzét, Enderman Pearl-t. Na mindegy, majd farmolok. Talán annyiban nem, hogy ugye most már tudok repülni, és tudok nézni körbe mindenfelé, hogy esetleg merre lehetnek ilyen hajók. Hát, majd meglátjuk. Remélem azért, hogy ott a közelben van, csak elkerült a figyelmünket. Mert akkor a más irányba menje. Jó, abba fog. És akkor, hogyha ebbe az irányba nagyon sok idő volt találni, akkor valószínűleg a más irányba hamarabb tud. Na, mit hát meg maxosra felveszem a látótávomat, és akkor sokkal könnyebben fog tudni találni. Jó. Csak nehogy elfogyasszam az összes rakétát. Amúgy nekem itt a Minecraft-ban ez az Elitra, ez nagyon-nagyon tetszik, ez iszonyatosan jó. Nekem ez nagyon tetszik, ez a repülési módszer, hogy nem csak ilyen, nem csak így repülsz, hanem így tényleg olyan, mint a suhannál. Ja, és rácok, most jut eszembe, hogy megnézhetjük, hogy mi van a repülőfenyőfa csesztjében, mert ugye azt mondta, hogy ha meg lesz az elitránk, akkor megnézhetjük. És én most azért nem néztem meg még, mert azt mondta, hogy ha meg lesz az elitránk, nem az, hogyha meg lesz egy elitra, tudjátok. Szóval mind a kettő meg kell, hogy legyen szerezve. Hát megpróbálok itt így átmenni az End City-be, és hogyha nem sikerül, akkor majd szerzek egy endermanyus szemet. De szerintem simán sikerülni fog. Várja. Ja, így sikerült is. Oké. Okay. Felrakom maxosra a látótávomat, hogy lássak jó messzire. Arra nem is lehet menni, mert ott nincs is semmi. Oké. Okay. Megpróbálok arra indulni, mert ugye arra mentünk eredetileg. Szóval akkor megyek most erre. És megnézzük, hogy mennyit kellett volna mennünk egy hajós ilyen NCT-hez erre felé. Valószínűleg 20 blokk alárébat lesz. Egyet. Lehet. Hát egyelőre erre egyáltalán nincs semmi. Ú, de így mennyivel könnyebb, hogy nem kell építgetni magad lenn, meg ugrálni, meg mit tudom én. Aha, ott van egy, de az nem hajós, ahogy látom. Viszont még shulker boxot lehet, hogy szerzek. Jó, hát ez nem dobott semmit, úgyhogy nagyon örülök. Jó, ez se dobott semmit. Lootingom van. Jó, az dobott. Azt, ezek ilyen sokat sebeznek. Ezt nem tudtam. No! Oké, okay, mindjárt vége. Jó, ezt most nem mondtam olyan. Au. Oh. Jó, van még? Nem, nincs. Viszont itt van egy darab, két darab, és három darab, és itt van egy chest.
Mi Shulker? Efficiency 5, Unbreaking 3, Diamond Pickaxe. Az nagyon király. Meg itt van egy Ender Chest, amit hogyha kiütök, bár szerintem ez így 15 000 milliárd év lenne, míg kiütném. Sajnos nincsen Silk Touch-os cuccom, csak ez a lapát, azzal meg szerintem egy év, míg kiütöm, úgyhogy hagyjuk. Meg amúgy nem olyan nagyon nehéz csinálni. Szóval van eddig 3 ilyenem. Jól van. Hol lehetnek még? Ott van bent. Na, azt még lezúzom. Jó, megvan, ott van még egy. Na, akkor még tudunk csinálni 2-t, az elég lesz, nem, Krisz? Még 2 Shulker boxot? Igen. Az megfelel. Ja, hát majd még szerzünk, csak most még gyorsan így, hogy átjöttem. Á, ott is van egy még. Nem tudom, merről jöttem. Szomorú. Ott van még egy. Elmegyek oda. Bár ott sincs hajó. Ez nem jó dolog. Jó, lezúztam még egyet. Oké. Okay. Így most már tudunk 3-at csinálni. Akkor arra megyünk tovább. Mi most vagy nagyon szerencsétlenül mentünk, vagy nincsen ezen a pályán egyszerűen ilyen hajós entity. Hát elég durva. Hogy olyan sokáig kell menni, nem tudom, hogy miért. Ott van egy. Mondjuk az lehet pont az, amiben voltunk. Ja nem, mert ugye nincs oda hozzáépítve. Itt van 2 egymás mellett. Akkor viszek még egyet elitrát. Ja, hát akkor legyen 3. Hát legyen, mert akkor... beszáll esetleg... hozzánk a Sanyi, és ő is akar játszani. Hát nem, hanem hogyha esetleg... Ja, hát hogyha persze, hát majd de hülye vagyok. Hát hogyha a Lükepálnak kell kaja beszerző túrára menni, akkor ő is tud elitrával menni. Nem? Aha. El ne találja. Ja, ne, ez a nyomor. Jönnek a dögök. Ezt nem hiszem el! Húzzatok már! Repülj el onnan! De hogy repüljek el, mikor nem tudok repülni? Miért tudsz repülni? Hát talán ekkora esést még nem halok meg. Á, bőven nem. Hagyjatok már békén, csak ide jöttem elvinni az elitrát. Most még kell zézéni engemet. Csicska! Jó, meghalt. Jó. Oké, elitra. Eddig ez megvan. Oszta! Ez már gyémánt. Az igen, na ez már tetszik. Jó, akkor gyorsan átrepülök a másikhoz. Ja, de ezt nem tudtuk volna megtalálni a videóban amúgy. Hogy kettő ja, van egymás mellett, kettő, és akkor ja. Egyből megtudtuk volna. De pajzsot föltartottam, te nyamaranc! Hát nem hiszem el. Szokásos 2 instant health. Oké, okay, és akkor megvan a 3. elitránk is. Azt már 3 elitránk van. Aha. Azt durva. 1, 2, 3. Let's go! Mindegy. Ja, a sárkányfejeket is elvigyem mind a 3-at? Vagyis mind a 2-t? Jó, hát mindegy, nem baj, leesik, mert le tudok menni érte. Jó, el is kaptam. Oké, és akkor még azt a sárkányfejet is elkapom. Ez az, és akkor mind a 2-nknek lesz sárkányfeje? Hát mind a 3-unknak, mert 3. Ja, tényleg. 3 lesz. Let's go! Akkor még a lükepálnak is lesz. Let's go! Ja, amúgy a lükepálra nem lehet ráadni. Ez milyen menő lenne. Majd meg kell nézni, oda kell neki dobni, hát fölveszi. Szerintem biztos fölveszi, mert nagyon menő. Nekem nagyon tetszik. Let's go! Már csak találnom kell egy hazautat, ami van-e a közelben. Ezek az NCT-k közelébe szokott lenni. Természetesen itt most nincsen, mert hogy miért is ne. Na minden, megyek előre, aztán egyszer csak beleütközök egybe. Ott is van egy hajó. 3 hajó. Akkor azt az elitrát is elhozom. Akkor mind a kettőnknek lesz tartaléka. Köszöntem szépen. 3 elitra. Let's go. Diamond Horse Armor. Köszöntem szépen, reptébe elkaptam a dragon fejet. Na, mehetünk. Azt a rohadt! Mi a franc? Ennyivel többet sebez rám a mob. Elitrában. Hát az nagyon... Az nem tetszik. Azaz, végre ott van! Let's go! Itt keresem már, hogy 20 perce. Azt a rohadt! Jó, ezzel nagyon vigyázni kell. Majdnem kiesett a Voidba az összes cuccom. Ez komoly, de miért? Ja. Azért, mert belelőttem magam abba az átteleportálós, hazamenős cuccba. Aha. És ellőtt engem onnan a platformról. Te őrült barom! Nem igaz már? Tudtam ja. Én, viszont nekem kellett volna menni. Hazaértem! Juhihá! Hello, stalk! Sziasztok! Na, Krisztián.
Gyere. Gyere. Itt találkozunk a központban. Oké, és megyek. Addig én elfoglaltam. Azt a milyen zsákmánnyal tértem haza. Meg is csinálom a többi shulkerboxot is. Lerakom ezt, és be... Ja, amúgy hülye vagyok, hát teli voltam shulkerboxsal. Bele kellett volna pakolnom, na mindegy most már. Jó, egy csomó mindent hoztam. Ezek nagyon király dolgok. Jól van, 16 emerald. Igen, ezt fölveszem, ez a rakétás ládám. Hello Chris! Hello Máté! Nézd, ott az elitrád! Woohoo! Ja, és most mondom a csavart, Chris. Nem veheted föl. Miért nem? Mert csak chainmail cuccot hordhatsz. De fölvettem. Nem veheted föl. Hát jó, de az nem azt jelenti, hogy elitrát nem vehetsz föl. De. Csak chainmail cucc. Chainmail armort hordhatok csak. Nem. De... Ja, és Krisz, nagyon vigyázz, mert iszonyat mód lemegy a páncélod, hogyha leveszed a... ezédet. Nyugi, én ahhoz vagy szokva, hogy nincs rajtam páncél. Szóval, semmi gond. Na. Iszonyatosan erős ez a borda pajzs amúgy. Na, és viszont visszaveszem a szigonyomat, és berakom az íjamat ebbe, mert erre most nincs szükségem, és akkor ezt így magamnál fogom tartani. Juhihá, Krisztián, sikerült! A küldetés, igen. Úgyhogy szerintem itt az idő, hogy megnézzük, hogy mi van a repülőfenyőfa csesztjében. De először lepakolom a cuccokat. Let's go! Akkor megnézzük, hogy mi van a repülőfenyőfa csesztjében. Igen. Ez az, alig várta ezt a pillanatot. Na, várja, annyi vagyok. Igen, mostantól így fogunk mindig lerepülni ide a tárhelyszobába, ezt már most érzem. Ide berakom ezt nem rakom be sehová. A 14 gyémántot berakom ide, ez nagyon király, hogy ez van. Hol lett hamarabb izénk, Máté? Hol lett van hamarabb? Van 7 beetroot-cétszunk itt, csak úgy mondom. Hol lett hamarabb elitránk, itt vagy a előzőben? Itt. Igen, mert előzőben hanyadik szerint lett? Az előzőben... 53. Komoly, igen, ez meg a 44. rész. Jó, akkor itt 9. Itt sokkal hamarabb. 9 része hamarabb. Ja. Na, Krisztián, ne húzzuk tovább az időt. Gyere, és nézzük meg, hogy mi van abban a chestben. Várj, először felrepülök, és megnézem, hogy nem-e történik velem valami halálos dolog. Nem bánt, hát a... Hát nem bánt, csak ugye, hogy direkt nem szabad. Megmondta a repülő. Felrepülnem? Jó! Itt vagyok! Ott vagy fönn a repülőfenyőfánál? Igen! Gyere, Chris! Oké, és nekem nincs tűzijátékom. De gyönyörű ez a kilátás! Well. Ezt most nem adok, hogy nincs tűzijátékod. Nekem nincs. Jó, akkor várjál. Adok te, Pancsarosz. Nyugalom! Azt mondta a repülőfenyőfá, hogy elitrával mehetünk fel, igaz? Igen. Akkor fogom, és fölmegyek a dinnya farmra, és onnan meg fogok átrepülni. Nem tudsz átrepülni. Igen, és ha igen, így fogsz repülni. Kb. A víznek a feléig fogsz érni. Na, a Krisztiánnak adok 64 rakétát, mert ugye őnek is kell. Majd a többit megcsinálom. Most az a feladatunk, hogy továbbfejlődjünk, és a továbbfejlődésnek az a kulcsa, hogy ki tudja. Majd meglátjuk, hogy mit mond a repülőfenyőfa, mert először mindig várjuk meg a repülőfenyőfának a tanácsát. Én azt mondom. Na, akkor hogy kell? Rajtam az elitra? Rajtam. Oké, és nem megpróbálok átrepülni. Franzba, ezt nem hiszem el. Hát én mondtam, hogy nem fogsz tudni. Tessék, itt van 64 rakéta. Oké, és oké, és akkor menjünk fel. Várja, hogy kell. Aki felér, az a király. Ja, Franzba. Ja. Hé, hey, miért nem tudok felmenni? Hogy vagy ilyen béna, nyomd már meg 200 a space-t, és nyomd már meg a gegér gombot, bakker. Hát most nehogy már ilyen nehéz legyen. Na. Mit csinálsz? Hol vagyok? De hogy tudsz ilyen béna lenni? Nekem elsőre sikerült. Sőt, háromszor próbáltam, és minden háromszor sikerült. Hol vagy? Itt vagy a repülő fenyőfán. Ja, fenn vagy a tetején? Igen, leugrok, várjál. Jó, gyere ide. Ide a vízbe ugarj, és akkor... Jó. Oké, okay, na menj a túloldalra. Eljött a pillanat végre. Megnézhetjük, hogy mi van a repülő fenyőfa csesztjében. Már nagyon-nagyon régóta kíváncsi vagyok rá, meg ugye már egyértelmű, hogy már nagyon régóta van ez, hogy itt megjelent ez a cseszt, és nem tudom, hogy mi lehet benne. Úgyhogy nézzük meg! Srácok, ti is kíváncsiak vagytok? Nézzük!